Na, szevasztó, Gábor vagyok, és a Techbarátot nézitek, bocs a késésért, egy kicsit eldumáltam az időt még így a munka után, mert ma már dolgoztam. Hihetetlen, de ilyen is van. Van olyan, hogy munkahelyt nem felejtettek el, én sem felejtettem el egy kicsit, hogy mit kell csinálni bent, oda ment, mik a feladatok. Úgyhogy hát visszatértem a munka világába, de jobb is ez így, na, tehát hogy jobb, hogy ezért van értelme felkelni, és nem csak azt, hogy hát most csinálunk olyan különösebbet, semmit, na mindegy. Jó pihenni is, de most már vége a pihenőnek, toljuk ezerrel. És amióta amúgy diétázom, ez mondjuk még csak egy hét, lekopogom, és nem biztos, hogy emiatt van, de azért van biztos hozzá köze. Amióta nem eszem szénhidrát, mint hogy cukrokat, meg süti, meg, tehát hogy nem eszem olyan kaját, amit nem lehet ugye enni. Jó, a tegnapi az kivétel volt szüleimnél, de azt megfogadtam, hogy egy nap, ilyen csalónap az lesz majd. Ugye az amúgy is van az ilyen nagy diétázók körében, meg akik edzenek, azt mondják, hogy csalónap azért is kell, hogy az ember egy kicsit, tehát ugye a 6 napnyi diéta után megjutalmazza ilyen formában a szervezetét. Nyilván nem 3 dobos tortával, meg nem tudom, 5 hamburgerrel, leöntve 3 liter sima cukros Coca-Colával, mert azért az nem jó, de valamennyi, tehát úgymond normális kajával, és abból is nyilván mértékkel, úgyhogy tegnap azért ez volt normális kaja és mértékkel, de mondjuk, ha úgy vesszük, ilyen durumtésztás saláta volt, csirkemellel, kis húsleves, meg mivel édesanyám születésnapja volt, ő csinált egy kis zahertortát, hát saját magának, mondjuk ez olyan fura, de hát én nem tudok sütni, fatarom se tud sütni, hát akkor nyilván mondjuk vehettünk is volna tortát, de mindegy, karácsonyon annyi minden szart kaptak már, hogy én már mondtam, hogy nem, tehát egy tortát, meg ilyesmit, én 10 000 forintért nem fogok vinni, de nagyon finom volt az ízlem, hogy a zaher torta, az pont nem az a gej, cukros, édes szar, hanem étcsokis borítás, meg ilyen kakaós izé, szóval nagyon, meg kis izé eperlekvárral középen, meg az izé alatt megkenve, nagyon jó. Szóval nem az az ilyen dobos torta, meg az ilyen krémes izé szarok. Na! Úgyhogy egy picit ez volt, de most visszatértem a fogyókúrához, és ja igen, és hogy jobban érzem, amit nem az, hogy jobban érzem magam, nyilván nincsen izé. Szia, Fussi! Figyelmeztetésben részesültél, mert Brofoszt néztél? Ez kérdés, hogy ez jó-e? Hát ez nem jó. Az igazgatói figyelmeztetés, én úgy tudom, hogy nem jó. Lehet, hogy mai világban már igen, lehet, hogy az már menő, de azért ezzel nem menőzzél szerintem. Tehát azért, ha suli van, akkor a sulira kell odafigyelni. Nektek azért még így is jóval több időtök van szórakozni egészen addig, amíg be nem kerültök majd a munkavilágába, úgyhogy azért azt a kis időt meg azt bírjátok ki. Utólag, ha visszatekintetek rá, hiányolni fogjátok azért majd ezt az időszakot. Persze nyilván vannak kivételek, mert lehet, hogy szarosztály, rossz osztálytársak, rossz a suli, hülyék a tanárok, stb. De akkor is, majd amikor elkezdtek dolgozni, akkor, és tényleg lesz 20 nap szabadságotok, akkor, és ami nyilván növekedni fog majd egy idővel, akkor megtudjátok, hogy hát azért jó. Így csomószor én is így visszasírom, meg irigykedve nézem a fiatalokat. Hogy bizonyos értelemben nem, mert most például kiderült, hogy a héten majd jó hír fog érkezni, legalábbis nagyon remélem. Tehát megvan annak is az előnye, hogyha az ember dolgozik, mert akkor önfenntartó tud lenni, akkor YouTube videókat tud csinálni, stb. Viszont ennek ugye az az ára, hogy az idejét azt eladja egy cégnek, meg a tudását persze, de leginkább az idejét is. És akkor kevesebb ideje van, és nincsen nyári szünet, van 20 napod, azt oszd be, vagy 20 pár. Na! Úgyhogy vigyázzatok a Brofoszzal, amúgy tök jó, meg pláne, hogyha engem néztél, annak külön örülök, de ha nem engem, akkor meg is érdemelted, hogy igazgatói figyelmeztetésben részesültél. Bár mondjuk ez kicsit fura, hogy egyből azért, mert nem tudom, ennek volt-e előzménye, ha mondjuk már kaptál 6 figyelmeztetést előtte, akkor jogos. De az, hogy egyből egy igazgatói figyelmeztetés, az mondjuk nekem fura, de gyanítom, hogy azért ott volt már előzmény, ugye? Ugye, hogy volt? Szerintem volt előzmény, nem mondd, hogy nem. Na. Kanyarodjunk az Infinity Warfare-re, mert bár szerettem volna kerülni a témát, de ez a vagy ezzel játszani kell. Felvilágosított, felhomályosított kollégám ma, aki ugye nagy gamer, hogy mi is az Infinity Warfare-nek a sztoria. Amit én ugye megértettem, hogy már nem csak a Földön, hanem valami más bolygón is élnek ugye emberek. Hát nem az első, ezt mondom. Igen, szóval azért az, igen. Hát ha már nem az első volt, akkor ezt te nézted be. De mindegy, szóval, hogy emberek már nem csak a Földön élnek, és hogy van a Mars bolygón, vagy nem is, valamelyik Saturnus vagy Jupiternek valami holdján volt, ugye ott volt az, amikor ilyen jeges ízére leszálltunk, ahol meghaltunk rögtön az elején, ahol szétlapította a fejünket cipővel az egyik ilyen csávó, meg ez a szakállas is azt hiszem, hogy lelőtt minket, vagy az oxigénizénket, mindegy.
és meghaltunk. és ugye az történt, hogy a Földön zajlik ez, amikor azzal volt az a nagy ünnepség, az átadás, hogy a légvédelmi ágyokat, ugye ezt meghekkelte az az SDE, vagy SD, SDF, SD, SD, mit tudom, valami, SD valami, meghekkelte ez a szervezet, hogy átvegye az irányítást, és ezt igazából ők a Marsról irányítják, vagy ilyen anyahajókról. Na mindegy, az a lényeg, hogy akkor gyorsan oda mentünk, kiiktattuk azt a löveget, kilőttük magunkat az űrbe. Ez történt eddig, csak igazából nem fogtam föl, mert annyi minden történt olyan gyorsan, hogy ide röpülünk, oda megyünk, ezt csinálják, azt csinálják, és így, jó, de ezt most ezek mik, ezek kik, meg miért? És ugye a legelején, amikor beszélt a Reyes, azaz én, a fekete bőrű kapitánnyal, hogy de háborút kéne indítani, hogy visz válasz csapást, és ugye mondta, hogy nem, mert ő nem akar konfliktust, az ugye pont emiatt volt, amiatt az incidens miatt, hogy azon a Holdon, azon a jeges szaron, ott ugye valamilyen kutatóbázis van, és hogy azt ott elfoglalta az a izé, és ezért mondjuk így nem is értem, hogy ez a vezérkari főnök, vagy ez az ezredes, vagy mit tudom ki, ez nem akar konfliktust. Hát de bazd meg, egy laboratóriumot elfoglaltak, ahol mit tudom én, tömegpusztító fegyvereket gyártanak, és elfoglalja az ellenség. Ah, de nem akarok konfliktust velük, mert nem. Na mindegy. És hogy az van, hogy és most ugye kilőttük magunkat a Földből, fölmentünk az anyahajóra, ahol ugyanúgy meghaltak nagyon sokan, és kettő darab anyahajó maradt, ugye az egyiknek én lettem a parancsnok, a másiknak a csaj, az idősebb tyúk. És akkor most így csinálgatjuk a missionöket, és azt a FD, SDI, vagy nem tudom milyen szart kell semlegesíteni, meg a gondolom a vezetőjét elkapni, stb. Na, egyszerűnek tűnik a sztori, de ez nekem kurva nem jött át így az eddigiekből, tehát a nagy rohanásból, meg az egész káoszból így tökre nem jöttem rá. Na, viszont akkor folytatjuk. Resume game, game, egy pillanat. Jó, hát várja, bazd meg, hát oké. Okay. Küldünk egy valami. Jó. Resume game, yes. És azt mondtad, hogy abban, hogy ugye most tudunk választani? Vagy már választottunk main is? Nem, igen, ide megyünk, igen. Captain on the bridge. Na, és akkor itt lesz most már egy main mission, mert ugye eddig nem volt. Eddig itt ott a main mission, igen. Na. Szia, Danika! Hihihi! Ajaj, most azért megint ilyen hipertérugrás. Ajaj, szerintem mindjárt lezuhanunk. Bazzik, mennyi szavazat van már? Jézusom, 7 szavazat a Manic Miner-re, mennyi? 7 szavazat jött a South Park-ra is. 6 a Kenára. Ken of Bridge of Spirits. Star Wars Jedi Fallen Order-re 5. És az Automasév 2. Detroit Become Human 1. Wow! Ja, ha döntetlen állás van, akkor eldöntöm majd én, hogy mi legyen. Ja, hát reklámoztam, hogy legyen vagy van szavazás, azt így gondolom így szólt mindenki mindenkinek. Na. A kollégám azt mondta, hogy a South Park az nagyon nekem való, az poén. A techbarat.hu oldalon van szavazás, ugye, mert a GTA 5-öt befejeztük, ami egy csütörtökön lett volna, illetve, bocsánat, annak a helyén,
És a techbarát.hu-n rögtön a hírek oldalán, a nyitó oldalán az első hír az a szavazás, és ott van egy csomó lehetőség, de saját szavazatot is meg tudsz adni, aminek mondjuk már nem biztos, hogy annyi értelme van, mert azért olyan sokan nem nézik azért ezt az oldalt, tehát van pár követője mondjuk a YouTube-nak, illetve a Twitch csatornának, de azért ilyen, tehát ilyen, nem a ja, és a Manic Minerre nem, tehát a Manic Minerre nehogy szavaz, mert akkor eltöröm, bannollak, fussi. Úgyhogy úgy szavazzál, hogy bármire, csak ne a Manic Minerre, illetve hát azért ne bármire, mert ha olyan a szavazol, aminek meg nulla szavazata van, azzal megint csak a Manic Minert erősíted, úgyhogy igazából, ja, tehát mondjuk esetleg a South Parkra, vagy a Kinára, Bridge of Spirits, ami egy nagyon aranyos játék, azt mondjuk én szeretném például, vagy minek van még egész sok szavazata? A Kina, Star Wars szerintem, Fallen Order. Úgyhogy ezekre érdemes, mert ugye ezek még be tudják fogni ezt a szar Manic Minert. Úgy mondom nektek, a Manic Miner amúgy 22 perc alatt végigjátszható, tehát nem hosszú, de 22 perc alatt megőrültök, olyan szar a zene, ilyen prüttyögés, mert Commodore 64-re írták ezt, jó van DOS-os verzió is, de élvezhetetlen, tehát hogy jó, le lehet venni a hangját, oké, de úgy meg semmit nem ért, tehát hogy be is csukhatjátok a szemeteket, és akkor játszom én valamivel, ezt meg azt képzeltek, amit akartok. Na. De nincs milyen remake? Manic Miner remake? Hát én... milyen Manic... Manic Miner remake. PC remake. Ó, bazdmeg, van PC remake. Jézusom, mi a szar? Várjatok már, most ezek itt pötyörésznek megnézni. Jó, Manic Miner remake-kel, oké, az már tűrhető, na. Szavazzatok, amire akartok. És csalni nem ér, jó? Mert elég volt mennyit, hogy már nem tudom hány eszközről. Te szavaztál az összesre. Tehát úgy képzeljétek el, hogy az a 7 szavazat, amit ott láttok a Manic Miner-nél, az egy ember csinálta. Tehát, hogy különböző gépekről, különböző IP címekről, úgyhogy, vagy hát ugyanaz a gépről, de különböző IP címről. És na, szóval... szörnyű. Hát ez születésnapodra kapsz Árpitól ingyen ánusz masszást, nem? Vagy nem? Ja, most mit csinálok? Most megyek valahova? Ja, ő engem vár. Halló? Most már csak beszélgettem a haverokkal. Halló? Nem rossz a felhozatal. Fordulj meg! Na mindjárt megy előre. Menj előre? Hát jó, hogy követlek. Uh-huh. Nem rossz. Vegye ki az elsőbség, te nyissad ki az ajtót. Ja, nem. Bazd meg! Menj a picsába! Jó, de ettől lesz annak, ők utáltak engem úgyis, úgyhogy nem fognak, de nem az, hogy nem, tehát annyira utáltak, hogy még szavazni sem fognak, mert így letolják az egészet. Dad was a tank farmer. Worked the pipelines for about 30 years. Retired just before the SDF took it over. Let's go give him hell. You bet your ass. This has been a long time coming. How are we executing? Joint operation? You and me. I'll copy. Armed recon. Nee, boss. We're invading a denied area. Yeah, civil on and around that reticle is set. Def didn't ask permission then, and we're not asking permission now. My jacks are already standing by. Oh, boss! My boss, look at that. We'll zip this place right up. Proud to be a service sergeant.
pride is 100% bona fide bullshit, Raze. You just make sure the mission comes first. Copy that. No, akkor most... Sergeant is well aware that the word proud is... Szeretnék megkérni mindenkit, tehát aki még Danin kívül itt van, Fussi, meg még valaki, hogy aki tudnak, szóljanak, nem kell, hogy nézzék a streamet semmit, csak menjenek fel a techbarat.hu-ra, és szavazzanak, amire csak tudnak, csak ne a Manic Miner-re. Legyen, csináljunk egy versenyt, legyen 100 szavazat, bazeg, és legyen egy igazi éles küzdelem, hogy... Vagy hát, ha nem is éles küzdelem, akkor meg verjük szarrá Manic Miner-t ilyen izé... 80 a 23 szavazat ellenében, aztán csókolom. Ethan, you're up. Report to Raven 2. Prime some choice hardware for you, Commander. Headed to Titan, huh? Jó, hát menjünk. Igen, konfirme. Sniper puskával fog menni. Ez nagyon jó lesz. És hova megyünk? Ide? Hello. Raven 2 is in the gate. Be advised, that subsonic dragon in Titan's atmosphere is no joke. Who's piloting the transport? Fox. He'll set you down easy. Basz meg. Árnyit, nem tudom, hol van Árnika. Köszönöm szépen, Fussi, de majd izé, ismerőseidnek, mindenkinek izé. Terjeszd az igét. Ez az én izé. Ide fogok beülni. Nagyon jó. Köszönöm, Fussi, ennek nagyon örülnék. Szavazzanak serényen, egy osztályjal nem tudsz fölvenni a versenyt, Danika. micsoda izé. Ott van a valami Jupiter, vagy Saturnus, vagy mit tudom én melyik. Jaj, tényleg megnéztem szinkronosan a Ne Nézz Fel című Netflixes filmet. A DiCaprio, DiCappuccino meg a Jennifer Lawrence. Brühühü. Játszott benne. Ami nem volt egy rossz film, kicsit ilyen... Túl vígjátékosra fogták, de jók voltak benne a poénok. De amúgy még ha viccesen is, de az a baj, hogy nagyon, nagyon jól és hülyen ábrázolja a jelenlegi... Kicsit eltúlozza persze, de a jelenlegi viszonyokat, a politikai, a média, tehát hogy a média milyen hatása van az emberekre, az meg nagyon durva, és igazából még ha ezen ott így viccelődnek, és meg mi is jót nevetünk be, ha milyen poén... Van mögötte sajnos... azt a kúra, de jól néz ki. Most megint repülni fogunk. Most leszállunk. Gondolom le kell szállni majd. Aha. Mi fasz, ez valami tenger? Azt a kurva. Nem, az ami szikla? Ez folyékony? Nem, az nem folyékony. Olyan szilárd, aha. Aigner szilárd. Na mi van? Ki akarok ugrani, menjünk már. Jó, mutassátok, hogy merre. Itt szálltunk le. Tök jó. De ott folyik is valami. Aha, az folyik. Itt föl kell menni? Gondolom erre kell, nem? Amúgy szépen ennek a grafikáját, tehát...
A videót miért lövire? Két embert fogja érdekelni? Miért? Két, csak kettő srác van a izében? Az osztályban vagy mi? De már, mi tech csatorna nem érdekel? Vagy ilyen szar vagyok? Azt mondod, hogy... Ja, itt van Arni, szevasz! Jaj, uff! Szia Vábor Ganda, szia Árpi! Na, itt van a díszes társaság, örülök neki! Na, azt meg... milyen videót lő le? Hú, ez ami toxic izé? Itt már lövöldözni kell? Ja, nem, itt még nem. Ez ilyen elhagyatott izé, nem? De mi az, de most akkor honnan nézed? Mi az, hogy lelövi? Hát nem tudom, én ugyanúgy streamelem, ahogy eddig is, ugye valószínű valami a Chrome-odban van, mert te folyamatosan mókolsz valamit téged ismerve, tehát neked nem jó az, ami van, hanem hát kicsit ezt próbáltam, kicsit azt, azt az izé tabletet meghackeltem, ú, de az nem lett jó. Kéne vissza rá a régi firmware. Dani ezt már megosztotta velem. Gyerekek, én ezt megvárom. Így van, köszönöm szépen, Fusi, azt rúgd picsán, és izé, na, vagy hát fenéken billentsd, így van. Na, de gyerekek, én tudom, hogy Dani mit szeretne megosztani. Ez ugye a felvételben úgyse fog megjelenni, mert hát nem jelenik meg, úgyhogy nem fogom hirdetni, ez most csak itt magunk között fog elhangzani. Ugye ez a videó, ez nem lesz visszanézhető majd, mert ez privátá fogom tenni, tehát nem lesz elérhető. Úgyhogy igazából, ami most itt el fog hangzani, az csak kb. Azok fogják látni, úgyhogy Arni, ha akarja, ezt utána továbbosztja, ha nem akarja, én gyanítom, hogy nem akarja majd továbbosztani, de egy jó név a webshopnak. Na, gyerekek, akkor izé doppergést kérek. Ja, ó, mindegy, most már jó, hagyom a hangokat a fenébe. És Dani, kérlek, add át ajándékodat Arninak. Hát én sírtam, amikor megláttam. Nem coming out. Nem, te semmit nem csináltál, akkor a Chrome kelt önálló életre. Biztosan. Igen, coming out-olok, fogyókúrázom. Na, erre varjatok izé, vagy kössetek csomót. Na. Ja, és itt van a kezemben a Galaxy S21 FE, csak úgy mutatom. Aminek hamarosan elkezdett tesztje, és kb. Holnap kapja meg a nagyobb tech csatornáknak az összes vezetője, úgyhogy egy időben kaptam meg a legújabb Samsung telefont, a Fans Editionjét az S21-nek, még a fólia is rajta van. Úgyhogy igyekszem majd most erről így videókat csinálni, meg egy, hát egy, mondjuk egy héten belül kirakni, és az első között lenni. Nem látszik szerintem, a pont közé tegyél izé szüneteket. Lehet, hogy a YouTube nem engedi a linkeknek a bemásolását. Nem, ezt a Samsungtól kaptam, ezt nem én vettem. A Samsungtól kaptam, ma hozta a futár, és majd izé. Majd megcsinálom szépen a tesztet. De jól nézem úgy ki, két probléma van vele. Egy hónappal azelőtt jelent meg, hogy bejelentik majd az S22-es szériát, tehát tökre nem értem, ráadásul 270 ezer forint az induló ára. Úgyhogy, igen. Hát de beír... De nem www-t se kell, hát leírsz két szót, két külön szó, és a pontot meg beírod úgy, hogy zárójelbe, hogy pont. És akkor izé, tehát zárójel, pont, beleírod szav betűvel, hogy pont.
De erre már megnézem, hogy tudok-e valamit, de szerintem nem tudom a streamet így kontrollálni. Sikerült. Így látszik. Nem nevetek Arni, bocsánat, ez nem vicces. És az a vicc, hogyha ezt megnyitjátok, akkor tényleg az ő oldalára fog mutatni, úgyhogy... Hát nem olcsó Fan Edition, mert hogy 270 ezer forint, és annyiba kerül most egy S21 Plus, vagy talán a Note is már. Tehát, hogy tényleg semmi, nem tudom. De amúgy nagyon szép, meg ilyen szögletesebb lett, és... hát, hogyha mondjuk az S20 mellé teszem, így megnézitek... Várjátok, már leveszem a izét, a gatyámat. Na, Arnit szerintem elvesztettük, szerintem most izé dőlt a kardjába. Tehát, hogyha most mellé teszem a izét, ugye az ez az S20-as, ez meg a 21 FE, tehát eleve ez ilyen keskenyebb, hát kb. Ennyivel. Egy jó 5 mm-rel, most itt pontos paramétereket nem tudok. Magasságra, hát kicsivel magasabb, tehát szélesebb és egy picivel magasabb, tehát hogy mondjam, ennek olyan szabályosabb formája van, ez ugye kicsit ilyen nyurgábbnak mondanám. Nagyon szeretem az S20-at is, és nem fogom végül is eladni, mert amúgy most járna le a szolgáltatómnál az izé, és ugye eddig mindig azt csináltam, hogy jaj, hát lejárt a szolgáltatónál a 2 év, akkor hú, nézzük, hogy milyen telefon, de igazából most jött el az a pillanat, amikor úgy vagyok vele, hogy egy hátrány van a Samsung csúcstelefonjának, hogy mind vezetékmentesen, mind vezetékesen a töltés, az kurva lassú a többihez képest. Tehát 25 wattos gyors töltés kábellel, 15 wattos gyors töltés vezeték nélkül, az rohadt lassú. Tehát már a Xiaomi a 11T Pro például 120 wattos gyors töltést tud, úgyhogy nem melegszik a telefon. 17 perc alatt töltött fel 0-ról 100-ra, 17 perc alatt. Oké, hogy ezt nem lehet wireless tölteni, viszont hogyha csak a sima 11T-t veszed meg, akkor az 67 wattal tud tölteni, ami mondjuk 30 perc alatt töltött fel 100-ra, 0-ról, viszont abban van 50 wattos, talán azt hiszem 50 wattos vezetékmentes töltés. Tehát majdnem négyszer olyan gyors a vezetékmentes töltés is, mint a Samsungnak, és gyanítom, hogy a Samsung következő telefonja is ugyanezekkel a paraméter, mert ez már évek óta a vezetékmentes töltés 15 watt. Pont, kész, ennyi. Ők azt mondták, hogy ennyivel lehet tölteni, az csá. Ja, hát majd lesz valami ízé, hát kicsomagoló videót nem tudok, de nem, hát le kell teszteni, tehát most olyat nem tudok live bemutatót, nyilván live csak ilyen first impressions tudok csinálni. Olyan videót mondjuk lehet, hogy csinálok, hogy ilyen first impressions, de azért teszt videó az nyilván az később van. Azért nem, na Arni itt vagy amúgy, mert most így mit történt? Én most arra vagyok amúgy kíváncsi, hogy Arnival mi történt? Most elküldte Danika a weboldalt, és szerintem most Arni, remélem, hogy nem kapott agyérgörcsöt, vagy zokkog a sarokban, vagy ilyesmi. Igen, azt hittem én is, hogy jobban fog örülni. Girosz töltő, nem, de most már vannak, sőt, most már úgy van, hogy a töltő, tehát most már nem csak izét, ilyen gantöltőt használnak valami, nem tudom, milyen technológiával készül maga a töltő is, nem írt el. Küldd el privátban, és akkor folytatunk egy finom kis beszélgetést. Ennyit írt el. Értve én ennyit látok itt. Ja, igen. De nem, ennyit írt. Tehát mondom, most olvasom vissza, hogy ennyit írtál. Értve ennyit látunk a izé után. Az az utolsó, most mondom. Dani is most mondja. Lehet, hogy van benne valami link, vagy izé. Arra figyelni kell, mert lehet, hogy egy-két dolgot filterezés, és sajnos a YouTube-nak nincs ilyen beállítása, vagy nincs ilyen nagy chat, izé. Mit?
De nem írja ki, ezt írtam. Ezt írtam, de mit? Mi az az ez? Erre megnézem, hogy milyen... tudok-e valamit módosítani a... Hát most azt látom, hogy ezt írtam, pedig írtam. Élőcsevegés... Nincs. Nincs content filter. Ja, na, igen, valószínűleg akkor ez... De ilyen beállítás nincs is, hogy... Várjál. Lehet, hogy van. Jaj, várjál, lehet, hogy van. Obba, bakker, várjatok? Nem is ezt akartam, hanem eztet. Így. Igen. Most ezt miért? Most nem mondod komolyan. Miért ilyen bugos ez a szar? Hallod? Öcsém, de várj ezt... Kirakás. Jó, ki tudtuk rakni. Lehetséges, hogy esetleg például esetleges spamnek nem látszanak. Ja, ó, bazd meg. Jó, várjatok. Na, figyú, mindjárt csináljunk egy próbát. Én is mindig tanulok valami újat. Így. Így. Na, most írd be azt, amit írtál. Ezt láttuk, igen, de írd be, légy szíves megint, mert szerintem most már engedni fogja. Na, közben haladunk itt a játéka. Szóval, hol tartottunk? Ja, igen, tehát hogy eldöntöttem azt, hogy nem fogok most azért telefont venni, mert kijött valami izé. Igen, ezt akartam elmondani. Mert hogy lejárt az előfizetés, akkor majd jön valami. Egyrészt, ja, igen, meg a töltők, tehát hogy már nem durrantja szét, meg nem melegszik túl. Hát igazából a meleg az, ami problémát okoz, de nem melegszenek túl, mert ilyen speciális anyagból készültek. Szóval azért nem fogok venni egy telefont, mert most jött ki, és mert meg tudom venni, hanem tök jól el vagyok én az S20-asommal, igazából amire akarom használom, és ugye eredetileg én ezt akarom leváltani a videózásokból, mert azért jó, 3 éve azért, valljuk be őszintén, nem, 2 éve ezt használom, és előtte 1 évig azért használtam az S9-esemnek a kameráját. Szóval tök jó kezdetnek, de azért igazából most volt 3 éves a csatorna, hurrá, boldog születésnapot! Az ajándékokat persze nem kaptam, úgyhogy köszi mindenkinek, de ti vagytok az ajándék, hogy itt vagytok minden egyes stream alkalmával, és ennek én nagyon örülök. Igen, szóval, hogy lejárt az ideje, már nem a telefonnak, mert telefonként, meg amúgy egy tök fasz a telefon, tök jó állapotban van, megkímélt, tényleg nagyon, nagyon meg vagyok vele elégedve amúgy. Szóval ezt még egy jó darabig el tudom használni. Úgyhogy most szakítok ezzel a sorozattal, vagy ezzel a trenddel, és nem fogok csak azért újat venni, mert, és azt a pénzt, és hát például ugye itt jön majd a heti jó hír, amely reméljük majd a munkahelyemről, szóval azt a pénzt, azt akkor, amit mondjuk egy új telefonra költenék, azt fogom, és egy rendes kamerába fogom fektetni, amit már ki is néztem magamnak, egy nagyon jó Sony kamerát, aminek azért rengeteg paraméterezhetőség, tehát nem is az, hogy ugyanolyan a képminőség, amúgy szerintem nem ugyanolyan a képminőség, mert sokkal hát fizikálisan nagyobb, tehát a szenzorok is ezáltal nagyobbak, látszólag ugyanaz, mondjuk két tűzőnapon készített felvétel mondjuk ugyanaz, de még az sem igaz, mert rengeteg funkció van a Sony ZV-1-esnek, egy vlogkamera is egyben, aminek amúgy én majd hasznát fogom látni a más videóknál is, illetve egy mikrofont akarok venni, és ezen most még mondjuk gondolkodom, hogy puska mikrofon lenne az
elsődleges, de aztán lehet, hogy az lesz, hogy lesz egy puska mikrofon, egy jó kis Sennheiser, amit kinéztem, az se olcsó mondjuk, de árértékarányban mondjuk még jó, ami így szépen így beleszillógatva fölöttem, és nem látszik bele a képbe, és akkor nem kell mindig így a csiptetős mikrofonnal szórakozni, csak ugye a mikrofonokkal, ahogy láttátok, én nagyon megszívtam, tehát ilyen vezeték nélkülikkel próbálkoztam, a Sennheiser Lavalier mikrofonnal ilyen csiptetőssel, azt is verte amúgy a 7800 forintos boja, hangzásban is, tehát hogy minőségben is, szerintem sokkal teltebb a bojának a hangzása. És ilyen, amiket láttam erről a Sennheiserről, az MKE600-as puska mikrofonról, az ugyan 100 kiló, de már nem maga a mikrofon, nem 100 kiló, hanem 100 ezer forint, de arról már azért jókat. Bár ezek volt, ugyanúgy jókat hallottam a többiről is, amit kipróbáltam, aztán nekem nem volt jó. Úgyhogy meglátjuk majd. Valahol nem tudom, ha akinek esetleg van olyan, én kipróbálnám előtte, mert ez még 100 aranyat nem biztos, hogy költenék, mert utána azt nehezen adom el, hogyha mégse tetszik. Azért az már nem olyan tétem. A többit azt még el tudtam adogatni, az ilyen 20-30 ezer forintos ilyen wireless mikrofonokat, stb. Na, de nem most meg nem írtok, mert most be van kapcsolva, vagy micsoda, amúgy, ócsa. Ja, nem kell, nem, király, nem gyártam úgy kamerát, de ma beszéltem az osonosokkal is, jönnek majd a következő termékek, csak el voltak havazva, úgyhogy lesznek még termékek, sőt, úgy néz ki, hogy nem csak kilájvos terméket fogok tőlük kapni, ha minden igaz, hanem lehet, hogy már más márkát is. Úgyhogy az is folytatódik természetesen. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy kamerára, illetve mikrofonra gyűjtök, és ez egy nagyon nagy előrelépés lenne a videó minőségben. Meg esetleg gondolkodom valami kis, valami fajta megújuláson. Nem tudom, majd még mármint ilyen dizájnbeli megújuláson. Tehát, hogy mondjuk nyilván azért nem akarom átfesteni a szobát, de valami dekorációt, vagy valamit kitalálni, vagy más világítást. Egy kicsit olyan fancy legyen a videó megjelenése. Tudom, az én arcomon is sok múlik, azon meg nem tudok változtatni, úgyhogy bocs. Na mindegy, közben folytassuk azért a izért. Tehát itt megyünk a... De itt nem tudok fölmenni. Én nem tudok fölmenni. Nem tudok fölugrani. Még nem kéne az, hogy ez a robot észrevegyen, ugye? Melyiket tudok crouch-olni? Ja, hogy hosszan kell nyomni a kontrollt. Bocsánat. Az a baj, ez eddig... FF... Ja, hogy ez így megöl. Értem. Aha. Clear.
Ezt ő intézzel, értem. Nem szabad zajt csapnunk, mert akkor egyből jönnek ezek a izék, ezek a pókok, vagy miket, ezeket képtelenség lelőni, hát tudod? Látjátok? Tehát ilyen pirosról van. Mi miért nem ezzel a robottal mentünk? Tehát azt nem értem, hogy... És le kéne őket lőni? Most lőjem le őket? Vagy mi a fasz? Ja, hogy aha, jó, oké. Okay. Jaj, izé, bocsánat, csak közben nézem. Ja, szevasz nekem 8, bocsánat, csak izé, próbálok egy játékra is figyelni, meg dumálni is közben, nem megy egyszer, hát férfiból vagyok, nem tudok így annyi mindenfelé nézni, bár mondjuk egy streamernek ezt kéne tudnia. Ha más nem, akkor ezt legalább kéne tudnia. Szóval szevasz nekem 8, de látszik Dani is. De nem szomorú valóság, mert nincsen semmi szomorú valóság, itt gyönyörű szép háttér van, egy gyönyörű szép stúdió, egy kicsit majd valamivel feldobom, vagy valami másfajta világítás, vagy izé, vagy valami szakembernek a tanácsát kérem, vagy lopok ötleteket más videókból, de az a kamera az mindenképpen kell menni, nem akarok már telefonnal baszakodni, ez a lényeg, és majd ilyen asztalra csiptethető, ilyen belógatós állványt is szerzek. Tehát a lényeg az, hogy én itt egy szobában vagyok. Tehát ezt most úgy képzeljétek el, hogy amit mások megoldanak már lassan két-három külön szobában, külön setup-pal, stb. Azt én mind egy szobában oldom meg. Azt, hogy a vágóképeket ugyaneznél az asztalnál veszem föl, a tesztvideókat, a gaming ugyanitt van, itt dolgozom amúgy, itt játszom amúgy, amikor nem streamelek, vagy nem a YouTube-ra csinálok videókat, tehát mindent itt csinálok ennél az asztalnál, és még mindig amúgy van hely, meg ilyesmi, de nagyon ki kell használni, és nagyon praktikus dolgokat kell, úgyhogy majd olyan tartókart akarok, amivel be lehet majd lógatni az új kamerámat így fölülről, tehát ilyen top-down kamera, amikor a felső felvételeket, mert most például egy ilyen mikrofon boomálványról lógatom be a telefon, de akkor az állványt ide kell hozni, szét kell nyitni, ide le kell tenni, állítgatni, stb. Nem kényelmes. Ha meg itt van egy izé, fixen az asztalhoz kötve, azt csak félre tudom így hajtani, hogyha nincs, nem lesz a képben, de amikor meg kell, akkor meg idehajtom, rárakom a kamerát, vagy rácsavarom, és már ott is van, kész. Tehát nem az van, hogy az előkészület is több 10-15 percet vesz igénybe, és ilyen macera, tehát amikor így nem férsz, nincs helyed, és akkor ezt ide, az eldől, az izé, abba belerúgsz, meg mindegy, szóval hát macerás. Jaj, majd elrejtem a kábel, de most azzal nem akarok szórakozni. Majd a fehér kábel kell igazából, aztán ennyit, tehát az már nem is nagyon fog meglátszódni. Majd szerzek egy fehér micro USB kábelt, jó? Oké? Na. Hagyjunk tovább közben itt ezzel a fantasztikus játékkal, mert... Ja, hogy itt volt a gárd, oké. Aha, ez ilyen folyó. Van ilyen kábelcsatornám, azt az optikai kábel, ezt tudom, van ilyenem, de nem akarom azt öntapadós, de az is hülyén néz, tehát akkor azt ugyanúgy el kéne vezetnem a sarokig legalább, mert az is hülyén néz ki, hogyha a fal közepén ott van. Meg fogom majd valahogy oldani, nyugi. De ha meg már... mindegy, megoldom.
Igen, de mi amúgy itt a feladat? Hogy oda kéne behatolni? Most azokat mi, azokat iktassuk ki? Oké. Na, és a vicc igazából az, hogy volt checkpointunk, a vicc igazából az, hogy majd, hát talán majd az idei évnek a végén, ha megérjük, vagy megérem, csinálok stúdiótúrt, ami kb. Annyi, hogy belépek ide, és hát itt készülnek a videók. Csá! Szóval ilyen, de szerintem biztos vannak olyan setupok, vagy olyan stúdiók, ami ilyen felépítéssel rendelkezik, de én azt gondolom, hogy hát RP, ő emlékszik a legjobban arra, hogy honnan kezdtük. Tehát egy szar barna asztal, aminek aztán tökre nem, barna nem tud forgatni semmit, mert azon nem látszik semmi rendesen. Barna asztal, gagyi szék volt, ilyen régebbi fajta szék, a világítások, jó, már megettem az elején a ilyen ernyőket, most már ugye LED panel van, a green screen helyett sokáig izé volt, ilyen zöld ponyva, tehát nagyon sok mindenben fejlődött a dolog. És arra mondjuk büszke vagyok, hogy egy ekkora helyből is ki tudom azért, most mindenféle ilyen túlzás nélkül, meg ez most nem ilyen nem önfényezés, de azért szerintem ahhoz képest, hogy milyen eszközöket használok, minőségileg egészen nézhető. Lehet, hogy az én arcom nem nézhető, de az arcom, tehát azon nem tudok változtatni, meg a hangom, vagy ahogyan beszélek. Viszont hogy a videókra én azt gondolnám, vagy azt mondanám, hogy hát nagyon sok olyan embert, aki szerintem lehet, hogy már akár régebb óta csinálja, is simán felveszi velük a verset. Nem mondom, hogy jobb náluk, vagy az övékénél, de nem biztos, hogy megmondanád, hogy ja, igazából a mobiltelefonjával csinálja már évek óta, meg ilyen a LED panel se elgátó, meg a tartója is igazából két selfie bot, de ilyen masszívabb selfie botok, aminek a végét letörtem, és akkor így ráraktam ezeket a LED paneleket, stb. Tehát, hogy meg lehetett ezeket mind oldani ilyen költséghatékonyan is, és az eredmény az igazából szerintem közel hasonló. Jó, hát a számítógépre kellett költeni, de arra meg amúgy is költöttem volna, mert ha nem lennék, nem gémelnék, vagy nem streamelnék, amúgy is játszanék, tehát amúgy is vettem volna egy erős gépet. Szóval igazából ezekre én büszke vagyok, és amikor mondjuk egy stúdiótúrt majd megcsinálok, és megmutatom azt, hogy igazából itt van ez egy egész szoba, ahol minden készül, és hogy milyen praktikusan készül el egy videó, szerintem azt biztos elmondhatják pára magukról, de nem vagyok benne annyira biztos, hogy olyan sokan. Ezért is csinálják szerintem sokan azt, hogy vagy gémelnek, vagy tech videókat csinálnak, mert igazából egyrészt a tech videó csináláshoz nem kell feltétlenül erőgép, a gémeléshez meg mondjuk kell, de akkor ők ott így szépen berendeznek mindent, és akkor utána közt, tehát ők már ott nem fognak izé még teszt videókat gyártani. Ja, ilyen férfi ASMR, izé, nem, persze, nyám, vagy ennék ilyen chipset, és na, vagy izé, vagy ilyen glugy. Ilyen. Na, fú, ez már 5000 forint lesz, gyerekek, izé, mehet a Patreonra a támogatás. Szóval a lényeg az, hogy igen, és bemutatni majd mondjuk azt, hogy, és a tervem ez igazából az, hogy van egy tök jó súgógépem, és azt úgy megcsinálni, ugye belógatni egy ilyen állványon, egy olyan állványt láttam, ami ilyen elalakba, tehát több ponton meghajlik, vagy meg lehet hajlítani, de meg lehet szorítani, tehát ilyen, és az egész fémből van, tehát ilyen nagyon merev, stabil, masszív anyagról van szó, nem is olcsó, mert ilyen 50 euró. És azt azon lehet, arra be lehet lógatni ugye a kamerát, hogyha top-down felvétel, de hogyha nem a kamera van rajta, akkor meg lehet azt csinálni, hogy van ugye a satú, amit az asztalra raktok rá, és ugye annak a felső részéből függőlegesen jön ki alapértelmezetten a cső, meg utána lóg be fölfele. De a függőleges részét alul egy sínből ki tudjátok húzni, és hogyha mondjuk így van az asztallap, tehát így van a derékszög, és ugye itt van az asztallapja, és megy fölfele, ugye itt van ez a satú ilyen C alakban, erre az oldalára is be tudjátok csúsztatni, és akkor az asztaltól távolabb megy, aminek
Látszólag semmi értelme nincsen, de annyi értelme van, hogy akkor az asztaltól távolabb fog kerülni a tárgy, amit oda akarok tenni, illetve hát a súgógép a kamerával együtt, ilyen 50 centi körülbelül, és utána az elalakot az még ilyen két különböző részre még hajlítható, tehát nem kell 50 centire azt is, azt már be lehet állítgatni, ahogy akarom. Megfelelő magasságba felállítom, rárakom ugyanúgy az állványt, és akkor a súgógépen van rajta. Tehát nem kell állványokkal, egy esetben kell majd baszakodnom, hogyha vágóképeket csinálok, és ez bőven elég lesz. Tehát, hogyha a videót akarok csinálni, vagy csak gyorsan egy kicsomagoló videót leforgatni, akkor már itt van az állvány fixen a izén, a... hogy hívják, az asztalom, fogom, előveszem a kamerát, rácsavarom, benyomom a felvételt, és már mehet is a kicsomagoló videó. Nem kell mikrofonálványjal kinyitogatni, itt izé felborul, mert amúgy nem annyira stabil, hát pláne, hogyha még egy kamerát veszek rá. Tehát, hogy na, szóval... Ja, meg a csávók is megbolondulnak, így van. Bebaszós live. Hát az, na, az biztos, hogy nem fogtok látni, mert hogy én nem fogok bebaszni, azt tuti. De nagyon jó ötlet, ti csinálhattok olyat nyugodtan. Add ide a kezed, és odaadj egy levesz, és tak! Egy kis ilyen Leslie, ja, hogy nyomni kell az F-et. Ilyen Leslie a zenes, add ide a kezed. Itt már nagyon szó valami izé, ilyen epic zene. Ez nem... Ennek nem lesz jó vége. Ó, Assault Rifle mód, beszarás. Elkapják, fogadjunk, hogy elkapják. Biztos, hogy most valami. Gondoltam. Hát belenyúl, de aztán én is mozgósítottam embereket, úgyhogy azért kértem meg Fussit is, hogy mozgósítja az osztálytársait is, mert Danika olyan szinten belenyúlt a... És az a baj, hogy nem nagyon tudok más csinálni, tehát nincs más eszközöm, hogy... Tehát ugye IP cím meg cookie alapján tudok blokkolni. Hát illetve, hogyha ha regisztrációhoz kötném, ugye a WordPress, de nem akarok most az oldalra lehessen regisztrálni, az már fasság, ez hülyeség. Bár még ugye azt lehetne kontrollálni. De akkor meg regisztrálna egy csomó fiókot, tehát tök mindegy igazából. Tehát mindent ki tud játszani. Ja, mindent ki tud játszani, mert új fiókot mindenből, új Facebookot is tud regisztrálni, új Googlet is tud. Belőle meg kinézem, tehát hogy simán. De nem akarlak igazából elkeseríteni, mert most ugye úgy néz ki, azon már 30 szavazat. Tehát 8-7-6-5, bazeg, tehát vezet a Manic Miner 8-al. Nem, a South Park vezet 8-al, bocsánat. South Park vezet 8-al, hoppá, odafigyelnék. Aztán Manic Miner 7, 6 szavazattal a Kina, Bridge of Spirits, 5 szavazattal a Star Wars Jedi Fallen Order, tehát nagyon szoros igazából, még a Star Wars is simán behozhatja, és van már 30 szavazat, ami tök jó. Tökre örülök neki. Köszönöm szépen. Mondjuk én is megosztottam a saját Facebookomon, stb. Micsodát? Nem tudom. Az előbb még, amikor kezdtem a streamet, akkor 7-7 volt azt hiszem az állás. Valaki most, ezt szerintem Fussi szavazott most, amikor őt próbáltad ugye megizé lekenyerezni, hogy jó, Manic Miner, Manic Miner. Hát ő tudta, hogy mire kell szavazni, de nem, mondtam, hogy felőlem lehet a izé Manic Miner is. Mert a hogy hívják, remaster az mondjuk azt, hogy az jó. Egy 20, és 20 perc az egész játék, tehát nem egy izé. Igen. Most mit csinálunk? Mi most a feladat? Find a suitable landing zone for the... Ja, hát jó. Most ki kell lőni mindenkit?
insecure. Ja, itt van Omar. Ja, itt van a seggemmel az etan. Etanol. Hát de én visszaraknám ezt. Ezeket le kell szedni? Ezeket le kell szedni őket, nem? Nem tudok felugrani. Ja, értem. Ja, ezeket csak ki kellett így lőni, oké. Okay. Ide kell landoljanak? Szia Venomous, doggol. Vagy dögöl, doggol, köszönöm a követést. Ide szállt le a repülőgép. Hát ezek... Ja, hogy kettőnek kellett leszállnia. Értem. Oké. Okay. Hát figyelj, a Star Wars azt mondták, hogy nem, nem. Igen, Árpika is javasol gémet. Nem, azzal biztos, hogy nem fogunk. Nem, politikailag azért inkorrekt játékokat nem fogunk játszani. Nem csak azért, mert hogy magunk miatt, vagy az én, nem tudom, nézeteim miatt, stb. Játszanék vele, nem arról van szó, tehát, hogy félreértés ne esik, nem azért nem játszanék, hanem nem tudni, hogy Twitch meg egyéb dolgok mire izélnek, mire ugranak, meg bannolnak. Ja, hogy itt... Ja, hogy értem, ja, hogy most akkor itt követjük ezt a robotot, és... Ja, ez egy dinoszaurusz robot, vagy mi a fasz, ez? Milyen lába van ennek? De ráncs kinyugodtan rám a izét, az ajtót, persze. Nem probléma. De most ezeket leszállni a három repülőgépnek? Szóval három repülőgépnek ezek... Jó, menjünk akkor itt inkább. Menj előre, mert még egyszer rálép. Ez nem, tehát tényleg nem lehet tudni, hogy a YouTube miért fog majd szólni, meg a Twitch is, úgyhogy... Ja, ez meg jön mögöttem, úgyhogy... Jó. Az igen. Hogy ez a bázis a... Na mindegy. Hát még nem zárult le a szavazás. Nem csalt senki, bazd meg, ne kiáltsatok csalót, mert... Ajaj, megsérültem. Ez velem. Ez egy finomító. Halló? Jó, hát én nem tudtam felugratni, majd én szaladok inkább.
És ez mit csinált? Ez megrázta őket, vagy mi a? Eltűntek. Eltűntek az emberek. Ja, már megyünk. Ja, jó. Jól állunk. Kukucs! Kéne ammó. Azért nincs itt valami izé, ilyen ammós láda. Picsába. Bassza meg. Bassz meg, nincs sehol egy... Én térképen nem jelöli, hogy izé, van-e valahol... Az hogy nem akarom eldobni a izét. Jó, mindegy, cseréljük ki ilyenre. Most átmenetileg jó lesz ez. Ajaj, mi történik? Valami, milyen zajokat hallok. Ez velem van. Hát mindegy, addig menjünk. Bazd meg! A kurva életbe, bassza meg!
kik lőnek, meg honnan? Ja. Na, király, kapta. De ez meghalt? De valahol itt hagytam a izét. Ez nem jó, mert... Most menjek ezzel a szarral, de... Hol van az a jó fegyver? A bazd meg, volt egy tök jó puskám. Na, picsába. De mi most, nincs izém se? De van, na. Az mi az anyám? Ez a mi hajóba... Azt a kurva, ez egy repülő, bazzeg. Nem mondod, hogy hallottál... Ó, bazd meg, Danival akkor beszéltél, mi? Nem lesz, olyan nem lesz. Nyissátok, nyissátok, nehogy megdögöljetek! Azt a kurva! A robot az izé? Ez meghal, meg... Ó, bazd meg! Nem mondod! Ne, azt törölni fogom, Dani, tehát azért jó, minden, lehet poénkodni, de azért mindennek van egy határa, tehát hogy... Jó, tehát azt, na, még egyszer mondom, ha olyan játék, ami bármilyen, most függetlenül attól, hogy ki amúgy mivel ért egyet, meg játszanék-e amúgy vele vagy sem, attól függetlenül még itt vannak olyan követelményeknek, meg kell felelni, kész. Lehet viccelődni, lehet anyázni is, emiatt nem fog senki se kibannolni, emiatt lehet szeretni vagy utálni, de azért ilyen dolgokban nem. Tehát, hogy ezt fogom törölni majd, hogyha vége van a streamnek, akkor belépek, azt izé törlöm. De ha így ennyire elvisszük ilyen szórakozást, meg bagatelizáljuk a szavazást, akkor fogom az egészet, megszüntetem, és akkor azzal játszom abban a listában, amivel én akarok. Tehát most azért hoztam létre, hogy tényleg eldöntsük azt, hogy mi legyen. Nem azért, hogy csalással Dani belép 8000-szer, bazd meg különböző helyekről, hogy ő Manic Minert láthasson, hanem azért, hogy mindenki tisztességes módon szavaz egyszer, vagy ha mondjuk elmegy haza még anyukához, akkor szavaz még egyszer, mert mondjuk 2-3 különböző helyről mindenki tud szavazni, mert mindenkinek van egy telefonja, van egy számítógépe, stb. Meg változik mondjuk az IP címe, oké, okay, de az, hogy ebből már ilyen üzletet, nem üzletet csinálunk, tehát már ebből ilyen viccet csinálunk az egészből, az már nem. Tehát, hogy... Ne.
Azt értem, de meg akkor én is meg tudom csinálni, hát bazdmeg, én vagyok az admin, akkor fogom, föltolom a Kínának a szavazati a szavazatait 100-ra, és akkor lehet szavazni, akkor szavazgathattok, az csütörtökig az életben nem hozzátok be a Manic Minerrel a 100 szavazatot. Tehát játszhatunk ilyet, de akkor megint értelmét veszíti az egész szavazás. Tehát most arról szól, hogy ki tud jobban csalni, vagy arról, hogy milyen játékot szeretnétek látni. Tehát, hogy na... Ne baszakodjunk már azért annyira egymással. Tehát jó, poén, meg lehet sok meg a műba, azokat nem távolítom el, azok úgyse nyernek, de a Lagerführert meg ilyeneket azokat azért nem. Tehát, hogy ez egy dolog, hogy mi magunk között miről beszélünk, meg hogy mit gondolunk a világ dolgairól. Az a műba. Én fel kell menni Ethan-nál? Nem, igazából most... Jaj, csináljuk azt, hogy minden, ami a Manic Minerre érkezett 2 szavazat, és akkor most itt tartunk. Ami meg politikailag nem korrekt játék, azt meg úgyis törölni fogom, mert azt nem azért, mert hogy valós szavazat vagy nem, mert lehet az, hogy valaki beírta csak viccből, de erre vannak a moderátorok, egy chatbe se írhatsz be azért akármit, ezt ugyanúgy kell moderálni, mert azért, na. Jézusom! Ja, ez ennek a csávónak a hajója, nem? Csak föl kéne rá ugratni. Akkor most mit csinálunk? Ja, hogy be kell ugrani. Ó, megint repülünk, nagyszerű. Jó, ezt a tornyot kell elpusztítani, és hát gondolom ezzel a nagy hajóval meg ezzel meg akarják védeni, meg... Jajjaj. De mi az anyám, hogy ezek közben lövöldöznek? Baszd meg. Lögölj már meg.
Na, de ez már mi ez? Destroy enemy air support. Azt hol? Land on turbine. De ott hogy? Ja, csak így menjek oda fölé? Hát mondjuk azért jobban megcsinálták itt a landolást, mint a GTA-ban. Tehát itt találd el, meg menj olyan sebességgel, meg ne izé tört ki a kereked. Nem fogom kiszedni a Manic Miner-t sem, igazából a remaster az izé, az... amúgy ez jól néz ki, de nem hosszú eleve a Manic Miner, mint fél óra alatt megvan az egész, úgyhogy... Tehát nem probléma, de... Na, tehát most csak a politikailag nem korrekt játékokra értettem, hogy azért azt így ne... Ajaj. De ez a repülőgép az nem segít nekünk? Így nem pucolja oldalról ezért? Tehát most... Nem jön velem most senki? De itt van az etanol. Gyerünk. Gondolom föl kell menni a tetőre. Aha, oda kell menni. Van, nem tudtam, de most találtam ami 2006-os remaster, és azon már úgy egészen tűrhető. Na. Visszamegyünk a sakához. Visszamegyünk a sakált anyára. De várjál, hol van az etan? Jó, gondolom ide kell jönni vissza, nem? Gyere, Robi! Vagy... Etan, tudom, de hát a robotot akkor... Én Robinak hívom, ha milyen ötletes, ugye? Robi a robot. Ja, most egészen elmegyedik a toronyig a detonáció. Yeah! Yes! Na, most ami finomítót elpusztítottunk, de nem tudom ez a finomító mit csinál. Fú, Assassin's Creed-et. Őszinte legyek, nem nagyon tetszett nekem az Assassin's Creed. Jaj, gondolom ez most ilyen azért, ami feldolgozó üzem, ahonnan ők gondolom ilyen... tehát ilyen nyersanyagot dolgoztak föl.
Ja, most megint kimegyünk a... Ja, értem. Kimegyünk a zűrbe. Jó, de jó, mindjárt látjuk a csillagokat. Figyú, jönnek a csillagok. Mi a fasz? Ajaj, ezek már csillagok. Itt a hajó. Bazd meg, ez a... ez enemy ha... Bazd meg, fogy az oxigén, csináljad már megfelé. Ott hagytak minket a semmi közep... Jaj... Akkor ennyi? Akkor eljesznek annyi? Csak nem. There you go, sailor. Open your eyes. This is Tigris Captain Ferran. Heart rate stabilizing. Blood gases and range. It's Chief Bryant Ling. He's a Tigris Corpsman. Where's Ethan? Right here, sir. You're on a shuttle from my vessel Tigris. I'm taking you back to Retribution. My ship, my crew. Retribution's in good hands. Sit him up. She's right out there, in all her guts and glory. Contacted you. Lieutenant Salter. She asked the Admiral for a retrieval team. Under the circumstances, he deemed the recovery too risky. Reins didn't authorize the rescue. War has no friends, Reyes. Perhaps my motivations were selfish, but I have no intention of fighting out here alone. I tasked a pilot and two spotters, and we set out to your last known location. How did you account for radial velocity? Gravitational drag and something we've been lacking. Luck. We had to pry Ethan's arms open. They had frozen around you. Protecting his captain to the end. Dauntless valor, Ethan. Boundless terror, Captain. You are a humble one. 5 seconds to dock. Thanks, Farron. You saved our lives. We are a fraternity of two, you and I. 50% attrition rate is not gonna fly. Welcome home. Hoppa. Above and beyond the call, Farron. A calculated risk, Lieutenant. I'll be returning to Tigris now. Let's get back to work. Be careful with him. Captain, please. I can look after myself. Ethan, go to engineering, see Mac, get a clean bill. What about you, sir? Don't you worry about me. Try and stop me, sir. Salt, I heard what you... Oh,
Hát de valami, most már ezért, ne csak egy ölelés, bad, te most miért csak egy ölelés volt? Na mindegy, nem, már nem mondtam semmit, meg nem mutattam semmit. No. Hát haladtunk valamennyi, de gondolom az ő irányába kell menni. Ja, megint megyünk a kapitányi hídra. Jó, a segged még mindig. Csáp. Ide jövök? Ide jövök, ugye? Ide jövök? Hova? Hova álljak? Ide... Csáp. Tehát csak velem akar beszélni ez a csávó. Go ahead, Admiral. This is an update on the Aetiscon saboteur. Our team has completed a forensic evaluation of the SDF asset we found with Ryan. An internally planted device was found on the prisoner. It's a transponder, emitting as we speak. What message is it sending? We're still decrypting it. In the meantime, I briefed Lieutenant Salter on the developments in the field that need your attention. The war goes on, Captain Reyes. Defeat is not an option. Talk that out. Secure connection has terminated, sir. De ezek ott van a földön, ő csak adja az utasításokat, azt te meg mennyi háborúzni. Tehát jó, mondjuk a legtöbb tábornok, hogy ez ilyen. Dirigál, aztán ennyi. Most van. Jó. Lehet gitározni? Ja, nem. Komputer, az sem. Tigris is setting out, sir. Good flight, Farron. Safe travels. To you as well, Captain Reyes. Na, Tigris elugrott. Na jó, nézzük meg a következő missiont valameddig, aztán időnk 9-ig, aztán 9-től kicsit bróforszozunk, jó? Ez egy bányász kolónia. Today's shipment never left port. Approx 1800, Vesta HQ went dark. All attempts to make contact have since failed. What's their security package? Mechanized. Bots guard the facility. Our mission is to assess what happened and report back to the Admiral immediately. Special recon. Ja, innen építjük újra a hadseregünket. Ugye ez ilyen nyersanyag bánya, és ugye az kell ahhoz, hogy ismét fegyvereket gyártsunk, meg hajót, meg mit tudom én. Csak nem jön válasz, mert mióta meg... All hands, drop stations. Collision alarms up. Drive is full. Ship is prime. We're set. Take us out, Gator. Jump in 3, 2, 1. Status? Power integrity shows low. She'll hold. Radiation's increasing. Steady as she goes. Here comes the drop. Unblocks in 3, 2, 1. UV filters, polarize the glass. Roger. Error margin 0.01. Good drop. Most ideugrottunk a naphoz, vagy... Vesta 3 should be... right there. Confirmed. Vesta 3 directly off the bow. Matches velocity. We're following it. Stellar flying, Gator. Nice work, everyone. Bosun, tell Omar to get his team on the flight deck in 3. Gator, get a Raven set, you got the con. Salt, you with me. You know it. Most hova kell menni? És ki után kell menni? Meg gondolom oda, nem? How you feeling, Raider? What was the official count, Salt? On what? The Olympus attack. How many did we lose? 16. 16 me. You heard what Max said. The shit ain't easy. Let's get to work, Slick.
Jó, hát hogyha szórakozás megy, akkor izé, tehát hogy... Oké, akkor értem, akkor azt csináljuk, hogy az összes ma hozzáadott amőba, lágerfűre, sak, meg ilyen fasságokat törlöm, az egyéb opciót megszüntetem, és a... hát... ja... és a Manic Minert is törlöm. És akkor azokra lehet szavazni, amik maradtak. Amit hozzáadtatok, az oké, okay, mármint a többiek, és akkor meglép, és a maradékra lehet szavazni. Úgyhogy ennyi. Tehát azért ennyit a viccelődésről. Most ugyanazokat a köröket futjuk, most megint izé. Ez tök jó, ilyen drón kell. Ó, van olyan drón, taktikál, ez az. Hát ez a recommended confirm, azt kész. Hát az amőbára érkezett 14 szavazat, tehát tényleg nagyon vicces, tök jó, de na, tehát így akkor nem lehet normálisan bazd meg szavaztatni, úgyhogy akkor fogom amőba, sak, lágerfűre, stb. Ezeket törlöm, a Manic Miners is törlöm, az egyéb opciót is törlöm, és felőlem annyi szó, megnyitom a szavazást annyira, mennyire akarjátok, tehát akkor még nem lesz blokkolás semmi, de azokra, amik ott vannak abban a listában, azt ennyi. És akkor így... Megint ezzel megyünk. Scanning range now, Captain. Ja, valamikor ingyenes volt, amikor fú, tavaly ilyen október környékén, talán október, vagy október-november, szerintem inkább ilyen október tájéken. És akkor felhívta rá egy ismerősöm a figyelmem, pár másik játékkal együtt, azt hiszem akkor vettem meg a... illetve vettem, tehát akkor volt ingyenes még a... szerintem a The Saints Row is, ha minden igaz. Meg az Automa Chef, ja. Úgyhogy akkor raktam be. We got a beacon. No, nobody could have survived this. We don't know that. The
Let's get back to base and report to Raines. We should find a place to land. That is not advisable. Staff Sergeant. You pick your mission, Captain. Don't let it pick you. We're going down there. Search and rescue. Aye, sir. I see a hangar up ahead. We can set down inside out of the sun. Do it. Roger. Forcing down. Boost rigs on. Let's go. Tehát most leszálltunk azon a... Hát ez nem bolygó, ez igazából ilyen... itt bányázták ezeket az érceket. Nem automaker, automaséf, az nem autót csinál, hanem izé, automatizálja a kaja csinálást. Sprintelni kell. Valahova. Azért kellett, hogy a nap ilyenkor föl, ja gondolom fölperzselt volna minket mi. Gyerekek. Let's keep moving. On you, Captain. Hát elvég itt nem lehet senki, hát ez... Hát én a csajjal maradok a csajommal. Mit kéne itt keresni? Most mit keresünk? Speaking of which.
bitch. Your XO, is she, you know, available? You know what? I think she is. That's good to know. Gotta look out for each other, right? Talk, Captain. Igen. És mi csinálunk? Mi most a mission? Ja, hogy túlélőket keresünk. Hát Omar nem talált. Hol keresek? Hát átnéztem már mindent. Nem? Ugye rám támad valami bazd meg, de... Izé... Összefosom majd magam. Hát akkor itt a budiban, nem? Tusolóba? Ott sincs. De akkor hol? Ja, erre még nem voltam. Persze, hogy én nyitom ki. Ezek tudja, hogy izé feltámadnak. Tovább. Szevasz. Szia. Zespix. Ó, bazd meg. Hát akkor gyere ide, aztán izé, emeljük. Ó, már 9. Na jó, a következő checkpointig toljuk. Ja, bocsánat. Köszönöm.
Power's off the line! De most mi ölt meg, bazd meg, vagy ezt hogy kell? Jó van, szaladja. De ezt most ezt nem értem. Let's hope so. Captain. Those guard bots on standby. Power's az igen. Tehát ezek nem viccelnek. Na, hol van ezért weapon meg ammo? Hol? Checkpoint, de hol van izé? Valahol... Ja, itt van ammo. De itt volt jobb fegyver is, nem? Mondjuk mehetnénk... Hát, menjünk ezzel. Bazd meg! Na jó, legalább innen kezdődik, vagy folytatódik ez a szar. Nem, ez nem lesz jó. Oj, már... Sok villódzást, már ezért már ez... Szikrázik a szemem már, mint ilyen izé... Tudjátok, amikor sok fénytől már ilyen... Anyát, picsáját!
Jó, checkpoint reached. Fú, gyerekek, most egy pár perc szünet következik, már úgyis jön a Broforce, de már nekem sok volt ez a tehát már már cikázik a szemem. Úgyhogy egy kicsit kell most pihentetni az agyam meg a szemeimet, úgyhogy jövök vissza egy kb. Nem tudom, egy-két perc múlva a Broforce-szal. Remélem, hogy élveztétek ezt a kis, mondjuk nem volt annyira rossz, tehát ez így izgalmas, csak még mindig nem nagyon értem, hogy mikor, miért, meg hova, minek megyünk, de mindegy. Majd csak alakul. Ez volt a Call of Duty Infinite Warfare. Ja, így van. Úgyhogy ha valaki YouTube-ról nézi majd vissza, akkor remélem, hogy lájkolni fogja, és díjazza legalább ennyivel. És hamarosan folytatjuk az élő adást a Broforce-szal. Egy picit kipihenem magam, mert a szemeimet muszáj valami, elvinni valami sötét helyre. Hát a chat, igen, az elvitte az adást, így van. Na, jó van, egy-két perc szünet következik, jövök vissza hamarosan, vigyázzatok addig is magatokra, meg menjetek kicsit levegőzni, vagy bármit, pár perc, és folytatjuk. Szevasztok!